Sok szeretettel üdvözöllek benneteket innen, a Szent István Parkból. Ma kivételesen nem az északi irányba indultam el a Dunaparton, hanem a déli irányba, és úgy döntöttem, hogy itt a Szent István Parkba fogok megállni, és innen fogom ma ezt a kis hát a naplóbejegyzésemet megcsinálni. Ugyebár ez most a 76. naplóbejegyzésem, és ma arról fogok elmélkedni, gondolkodni, és hát hogyha esetleg belefolytok a beszélgetésbe, akkor veletek együtt fogom csinálni, hogy miért van az, hogy valaki csatlakozik egy üzlethez, egy üzleti ajánlathoz, esetleg ki is fizet egy valak pénzt azért, hogy ő csatlakozni tudjon, és aztán utána lózzal se történik. Nem csinál semmit. Gyakorlatilag olyan, mintha kidobta volna a pénzt, és aztán egy év múlva, meg két év múlva meg azt olvassuk tőle, hogy igen, az egész egy átverés, mert mindenki csak ráfarag, és mindenki csak befizetés, csak annak jó, aki elsőként csatlakozott. Na, hogy mitől van ez? És hogy mit tudnál tenni, hogy ilyen ne forduljon elő? Egyáltalán tudnál-e bármi olyat tenni, amivel ezt el tudod érni? Tehát az első az ugye, hogy a megfelelő motiváció. De tudsz-e úgy motiválni valakit, hogy ő elinduljon? Mi lehet az a motiválás? Úgy szokták ezt hívni, hogy bugócsigázás, ugye, hogy folyamatosan tolni az embernek hogy gyerünk már, csináld, ilyen jó lesz, olyan jó lesz, ez lesz az előnyöd, az lesz az előnyöd. És ő mégsem indul el. Akkor mégis mi lehet a probléma? Milyen megoldást lehet javasolni? Nos, én csak arról tudok beszélni, amit én saját magam használok, és én ehhez tartom magamat. Tehát én abszolút senkit nem bugócsigázok, mert már régen rájöttem arra, hogy nem érdemes. Tehát nincs semmilyen teteje annak, ha a jelölteket bugócsigázzuk. Ezt alapozom például arra is, tehát megint csak a saját tapasztalatomra. Tehát amikor én 5 évvel ezelőtt megtaláltam ezt a szoftvercsomagot, amit a GBO ajánl, és amikor én felmértem, hogy ennek micsoda előnyei vannak, most jelen pillanatban is az online marketingben és az online csoportépítésben, akkor én úgy döntöttem, hogy ezt már pedig én meg fogom csinálni. Azt tudnotok kell, hogy ez az egész szoftverrendszer, ez angolul van, tehát természetesen nekem meg kellett tanulnom azokat az angol kifejezéseket, amiket itt használunk és használ maga a cég, és meg kellett tanulnom magának a szoftvernek a működését. Ehhez persze megint csak angolul kellett tanulnom. Aztán amikor már egy kicsit így jobban mentek a dolgok, és elkezdtek csatlakozni magyarok is magához ehhez a rendszerhez, akkor pedig arra kellett fókuszálnom, hogy hogyan tudnék nekik segíteni. Hogyan tudnám azt megoldani, hogy nekik ne kelljen küzdködniük azzal, amivel nekem is kellett, már pedig itt ugye arról volt szó, hogy hogyan tudjuk a szoftvercsomagot használni. Így hát nekiálltam, és elég sok időt beletettem abba, hogy tudjak legalább annyira angolul, értsem az angol kifejezéseket annyira, hogy a fordítást meg tudjam csinálni. Így hát beletettem a fordítást. És ebben az egészben az volt a pláne, hogy az így világon senki nem kérdezte meg tőlem, hogy hogyan már, mit tehetnék azért, hogy te gyorsabban haladjál? Hogyan már segíthetnék-e neked azzal, hogy egy fordítót küldök neked, aki majd gyorsabban lefordítja a szövegeket. Ugyan már meg tudnám-e azt oldani, vagy tennék-e abba időt és energiát, meg pénzt,
hogy magyar oldalak megjelenjenek, hogy magyarul megjelenjenek a háttérben a szövegek. Senki nem volt. Senki nem volt. Arról volt szó, tehát én egy olyan feladat elé lettem állítva, hogyha én azt akarom, hogy azok az emberek, akik ezt az egészet megalkották és sikeressé váltak benne vagy vele, rám felfigyeljenek, ehhez nekem valamit nyújtanom kell. Valamit bele kell tennem a dologba. És én azt figyeltem meg, hogy azok, akik így feladják, akik ilyen mondhatnám így, hogy ilyen teszetosza módon csinálják meg minden. Egyrészt ugyebár nem csak hogy a motiváció hiányzik, hanem a megértés is. Tehát nem értik, hogy miért akarnák ezt csinálni, miért lenne ez jó neki. Mert ha értenék és tudnák, akkor biztos vagyok benne, hogy nagy lendülettel és hatalmas lelkesedéssel csinálnánk. De nem értik meg. És miért nem értik meg? Azért nem értik meg, mert nem szánnak rá időt, hogy megértsék és hogy megtanulják. Ez egy óriási nagy felismerés volt a számomra, és én úgy gondolom, hogy igenis nagyon fontos neked is eldönteni azt, hogy vajon hogyan éled meg azt, amikor valaki abba hagyja az üzletet, vagy el se kezdi. Tehát, hogy hagyod-e azt, hogy benned emiatt egy rossz érzés elinduljon. Én azt gondolom, hogy azok, akiket én követek, és akiknek simán 8 számjegyű éves jövedelmük van dollárban, azok abszolút nem keserednének el, ha én feladnám. Mert hogy nekik ez nem oszt és nem szoroz. Ők adnak nekem bizonyos lehetőségeket, megmutatják, hogy mit érhetek el, megmutatják azt, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy azt elérjem, de a többi az rám van bízva. Abszolút 100%-osan. És ha én azt mondom, hogy feladom, akkor nem történt semmi. Neki ez az életi világon semmit nem jelent. Ja, majd valaki más, az kész, az ennyi. És akinek ez igazándiból számít, az én vagyok. Az én és te magadnak. Hogy megteszed-e azt önmagadnak, hogy egyrészt amikor csatlakozol, akkor alaposan utána nézel annak, hogy mit kezdesz el, mibe vágsz bele, milyen tevékenységbe vágsz bele egyrészt, másrészt felméred-e azt, hogy meg tudod-e fizetni az árát, nem csak így, hanem időben, tanulással, innovációval, segítéssel, a közösség építésével, és ha ezek megvannak, csak akkor vágjál bele. Én legalábbis ezt tudom javasolni. És ha úgy gondolod, hogy megvan, de aztán utána mégsem mész tovább, akkor tudnod kell, hogy bizony senki az ég adta világon nem kérhető számon, amiatt, hogy te feladtad. Az ég világon senki nem, senkire nem mutogathatsz, hogy jó, persze, ha ő akkor azt csinálta volna, vagy ha azt csinálta volna. Most nem akarom idehozni nektek a Rocky harmadik részéből azt a nagy monológot, amikor a saját fiával beszél, és amikor elmondja, hogy igen, az élet tudja a legnagyobb pofonokat adni, és nem az számít, hogy mekkora pofont kapsz, hanem hogy utána fel tudsz állni. És azért nem akarom ezt hozni, mert ez már az embereknek a könyökén jön ki, majdnem mondhatnám azt is, hogy egy klisé. Igen, igaza van. És mondhatjuk azt is, hogy egy klisé, hiszen már annyiszor hallottuk. Mindazonáltal mégis azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ember így gondolkozik, így él, és viszonylag könnyedén feladják a céljaikat, meg a gondolataikat. Tehát én abszolút senkit nem szoktam így bugócsigázni. Három dolgot csinálok meg. Négyet csinálok meg. Az első az, hogy
rögtön a csatlakozásnál fölveszem a kapcsolatot az új emberrel, és tisztázom vele, hogy mit tudok én adni, és mi az, amit ő neki kell adnia. A második az, hogyha nem történik semmi, akkor egy hét múlva, tehát 7 nappal később rákérdezek nála, hogy mi az elakadás oka, miben tudok segíteni. Újabb 2 hét, tehát akkor rögtön, amikor csatlakozott, rá egy hét múlva, és ezután 2 héttel egy újabb ilyen érdeklődés, mi az, amiben segíteni tudok, mi az, ami az elakadásnak az oka, majd ezután az illetőt ráteszem egy hírlevél küldőrendszerre. A hírlevél küldőrendszer lesz az, ami innentől kezdve tartja az illetővel a kapcsolatot. Miről fog beszélni ez a hírlevél küldőrendszer? Hát persze, természetesen a mindennapokról. Arról fog szólni, hogy ki, miért és hogyan kezdte el magát az üzletet. Ő hol kezdheti el, tehát hol találja konkrétan, fizikailag azt a weboldalt, vagy azt a Facebook csoportot, vagy azt az Instagram bejegyzést, vagy azt az eszközt, amire szüksége van, ahhoz, hogy elindulhasson. És ebből kap 6-7-8 levelet egy sorozatban. Ezek után arról fogok beszélni, hogy ha már csatlakozott, és úgy dönt, hogy mégis inkább inaktívvá válik, akkor milyen veszteségek fogják őt érni. Ezzel azt érem el, hogy még megadja az esélyt saját magának arra, hogy még egyszer valamikor még ezt el fogja kezdeni. Majd ezek után arról fogok vele beszélni, hogy azok, akik elkezdték, és tehát később kezdték el, mint ő, és már eredményt érnek el, ők milyen eredményeket tudnak már magukénak. Bevételben, létszámban, elismerésben, vagy elismertségben, és erről beszélek. Tehát ez mindegy körülbelül 6-7-8 hírlevélből álló sorozat. Majd ezek után a különböző fejlesztésekről fogok beszélni. Egyáltalán magáról, a piaci nagyságról, arról, hogy mekkora potenciál van magában az üzleti ajánlatban, hányan és hányan csatlakoztak már azóta, amióta ő, vagyis az elmúlt X idő alatt hányan csatlakoztak, ki milyen eredményt ért el, milyen konverzióval történt ez a dolog. Tehát gyakorlatilag a motivációt és a figyelmet azt a hírlevél sorozatra bízom. Ergo én, mint a csoportnak a vezetője, felszabadulok attól az igencsak frusztráló tevékenységtől, hogy embereket kelljen nekem motiválgatni, hogy őket kelljen nekem. Így jól beszélek, így jobban látom a dolgokat. Na, Szél Kálmán úgy tűnt, hogy ő is beleszól a dologba, és elindította az állványomat, de most már majd stabilizálni fogom, és akkor így már nem lesz probléma. Szóval én ezt csinálom, ezt javaslom neked is, és persze természetesen azt is javaslom, hogy igyekezzél azt elérni, hogyha te adod az arcodat a vállalkozásodhoz, és csinálsz rendszeresen különböző videókat, akár élő bemutatót, akár egy ilyen hírlevélsorozathoz egy videósorozatot, vagy úgy általában, most például mint ahogy Gary Vaynerchuk ezt javasolja, hogy egyszerűen csak naplózod a mindennapjaidat, akkor igyekezzél neki, vagy eljutatni hozzá a te gondolataidat, mert nem tudjuk, hogy melyik fogja majd megérinteni, nem tudjuk, hogy melyik lesz az, ami után úgy dönt, hogy na jó, akkor most már tényleg valóban elindulok, most már tényleg valóban meg fogom csinálni. Most már tényleg valóban elegem volt abból az életből, ami idáig volt, és meg akarom ezt az egészet változtatni. Na, ezt akartam ma mondani, ezt akartam ma hozzátok elhozni. Ne haragudjatok, ha most nem jelzek nektek vissza.
Ennek az oka rendkívül egyszerű, mivel itt ülök szembe a nappal azért, hogy ti jobban lássatok engem, ezért itt tükröződik a két képernyő, és egyszerűen nem látom, hogyha esetleg írtatok, vagy nem írtatok. De természetesen, ha a komment szekcióba beírtok, és én olyan helyre kerülök, ahol esetleg látom, hogy mi történt, akkor természetesen válaszolni fogok a kérdésekre, az észrevételekre, és elkezdhetünk úgy beszélgetni, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket, hogy tisztába tegyük, és te is pontosan tud, hogy mire számítsál akkor, amikor egy embert elindítasz, de aztán utána mégsem történik semmi. Köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm, hogy rán szántad a figyelmedet, végtelenül hálás vagyok érte, imádlak benneteket, azt tudnotok kell, de most búcsúzom, és hát élvezem még az itt létet egy kicsit, és nem sokára akkor majd megyek haza, és otthonról majd még újabb információkat fogok nektek adni. Sziasztok!